Végre Kalocsán is megindult egy folyamat, hangzott el a polgármester által szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Dr. Bálint József már megnyert és a jövőben tervezett pályázatokról és fejlesztésekről számolt be a sajtó képviselőinek, így egyet a pályázatának köszönhetően már felújítás alatt álló Bemutcai óvodáról, ahol nyílászáró cserére és fűtés korszerűsítése is sor kerül. A munkálatok már javában zajlanak, október 30-áig kell elkészülni az épület korszerűsítésének. Erre a város mintegy 30 millió forintnyi összeget nyert el, melyhez még 10 millió forintnyi önerőt kellett biztosítaniuk. Gyakorlatilag a fűtésrendszernek a teljes korszerűsítése, kicserélése, újravezetékelése van benne, ugyanígy az ajtók, ablakok cseréje és a tetőszigeteléseknek a végrehajtása és a külső szigetelés végrehajtása. Ezzel egy korszerű energetikai bázissal rendelkező óvodánk lesz, és ez az utolsó a sorban, hiszen a többi óvodánkat már felújítottuk. Továbbá a Jókai utcában található konyha is megújul, mely munkálatok már szintén megindultak, hiszen a felújítás összegét az önkormányzat úgymond megelőlegezte. Most az ehhez benyújtott pályázat sikeres teljesítésével közel 19 millió forintot nyert a város a főzőkonyha korszerűsítésére. Ebből 6 millió fejlesztés, eszközfejlesztése, a többi pedig a konkrét munkálatoknak a költsége volt. Ugye vásároltunk két üstöt, annak a bekötése, annak az új gázelőírásoknak megfelelő bekötése, szellőztető berendezések beépítése, hiszen most már csak úgy működhet, tehát biztonsági előírások történtek, hajzatcserékről hajtottunk végre, tehát föl lett korszerűsítve a festés, és az ivóvíz hálózatnak is a rendbetétele megtörtént. A polgármester kiemelte, nagy örömmel tölti el, hogy végre minisztériumi pályázaton is nyert a város, hiszen eddig folyamatosan utasították el az önkormányzat által beadott ilyen jellegű kérelmeket, pénzhiány vagy túljelentkezés miatt. Dr. Bálint József beszámolta már beadott, de még nem elbírált pályázatokról is, mely közt az ipari park fejlesztése is szerepel. Malom utcai épületnek a felújítása, ott még a tulajdonviszonyok rendezése folyik, hiszen az államtól a másik felét vissza kell szereznünk, ez folyamatban van, ingyenesen kapjuk vissza, de ez a pályázatot nem akadályozza. Gyakorlatilag annak a elbírálása még nem történt, meg ugyanígy a csapadékvíz pályázatunké sem, és ugye ezekre még várjuk ezeket a felújításokat, illetve hát az óvodapályázatunk van bent, amit ugye önök is hallottak, hogy most csökkentett tartalma, de nem lemondva a 150 személyes megvalósítása, hiszen más forrásokat kívánunk bevonni ebbe. Amelyet a volt úttörőház épületéből alakítanának ki. Dr. Bálint József beszámolóját a nyert és tervezett pályázatokról teljes terjedelmében a szeptember 25-i gazdasági magazin műsorunkban tekinthetik meg.